Cegléden a hatósági állatorvosi ellenőrzés során 8 kutyát találtak kikötve madzaggal, lánccal a nyakán, rövid láncon, kutyaház nélkül. A kutyákat a télen hóban, fagyban, esőben fedél nélkül tartották. Csip, oltások hiányoztak. Tehát nagyon volt olyan hely, ahol már harmadszor voltunk kint és vittünk el kutyát, el volt tiltva az állattartástól. Tehát az egész borzalmas volt, tehát kikötve a kutyák kutyaház nélkül, esőbe, fagyba, hóba, nyáron meg a 40 fokos kánikulába nincs kutyaház, nem volt előttük víz, a nyakukon a lánc összetekeredve, nincs normális nyakörv, és ez részükről ez megfelelő. Tehát 8 kutyát szállítottunk be, de 100-at vagy 50-100 darabot is be lehetett volna szállítani. A csip az körülbelül 10 éve kötelező, egyetlen egy kutyában nem volt csip. Még az a gazda is, akinek ki volt kötve a kutya, azt nyilatkozta, hogy az nem az ő kutyája. Tehát nagyon megbüntetni se lehet őket, mert azt nyilatkozzák, hogy nem az övéké. Tehát attól függ, hogy ezt kifogadja el, hogy nem az övéké. A ceglédi állatmenhelyen az ilyen felelőtlen állattartókat jól ismerik. Volt olyan ház, ahova nem tudtunk bemenni, ott volt, lehetett 50 vagy 100 kutya. Most megkérdeztem a hatósági állatorvost, nagyon sok kutya nem az övé, tehát azt nyilatkozva, hogy nem az övé, el van intézve. Az, hogy utána elszállítja egy másik hasonló helyre, az már nem fontos. Tehát én 27 éve mentem az állatokat, és most jött el az a pillanat, hogy azt mondom, hogy megoldatlan. Magyarországon. Ha valami komolyabb változás nem lesz a hatóságok részéről, akkor ez katasztrofális. A gazdáik hiába vannak eltiltva a kutyatartástól. Ők úgy gondolják, hogy a törvények rájuk nem vonatkoznak, így nem is tartják be őket, és rövid időn belül pótolják az elkobzott kutyákat, vélekedett a dolgozó. A pénzbírság sem számít, hiszen többségüknek nincs munkahelyük, segélyekből élnek, nincs miből levonni. Ami a legfontosabb, még a láncra kötött kutyák sem az ő tulajdonuk, legalábbis ezt mondják, így megbüntetni sem lehet őket, állapította meg a dolgozó. Az elkobzott kutyák ideiglenes elhelyezése megtörtént. Az Állatmenhely Nyílt Alapítvány Cegléd felajánlotta az ingyenes ivartalanításukat. A kutyusok a hiányzó oltásokat is megkapják, majd szerető gazdit keresnek nekik.